csak a Diós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr. Ez a Csillagpont Rádió, és benne a DVTK magazinját hallják Martin Jemillel itt a 103 MHz-en. Hát ismételten vendégeskedünk az elmúlt napokban, ez már megszokott itt a rádióban, hiszen itt a megújult DVTK stadion shopjában is voltunk már, és készítettünk egy beszélgetést, most pedig gyakorlatilag felavattuk a sajtótájékoztató termet is. Egy illusztris vendéget is köszönthetek velem szemben, méghozzá Sánta Gergelyt, a DVTK első emberét, aki rögtön egy óriási bejelentéssel nyitotta meg ezt a sajtótájékoztató termet. Mi a bejelentésnek a lényege? Köszöntöm először is a rádió hallgatóit. A bejelentés lényege az, hogy a nemrég tulajdonosváltáson átesett Sega, a Hungary Kft-vel sikerült egy szponzorációs megállapodást kötni a DVTK-nak. Első körben a futballklubot szponzorálják, de dolgozunk azon, hogy a szponzoráció az egy szélesebb körben kibontásra kerüljön. Miről szól ez az együttműködés? Lényegében mi különböző megjelenési felületeket biztosítunk, illetve a kommunikációnkban erősítjük a Sega Hungary Miskolc, illetve észak-magyarországi jelenlétét, ezen felül pedig egy meghatározott kontingens erejéig jegyet biztosítunk a Sega Hungary Kft. Dolgozóinak, így meg tudják tekinteni a DVTK összes mérkőzését. Most már ezzel nyugodtan mondhatom, hogy elég sok cég érdeklődik a DVTK iránt. Az elmúlt évek kemény munkája, amely meg is hozza a gyümölcsét, például ezzel a szerződéssel is, de gondolom vannak még azért tartsorban hasonló bejelentések. Ez a részünkről egy tudatos brandépítési politika volt, amit az elmúlt években elkezdtünk, és úgy néz ki, hogy ez elkezd beérni, és elkezdi a gyümölcseit hozni. Én úgy gondolom, hogy akkor lehet csak sikeres, illetve akkor tud biztos lábakon állni egy sportklub, hogyha az által lefedett régióban komoly gazdasági jelenléttel rendelkező társaságok is meglátják a marketing kommunikációs lehetőséget a sportklub által létrehozott brandben, és most ennek láttuk egy jó példáját a Sega Hungary Kft-vel. És ezt tovább erősítheti a megújult DVTK stadion, amely ugye május 5-én, azaz szombaton átadásra kerül. Hát ő már azért többször is volt ebben a stadionban, most éppen a zöld gyepen is jártunk. Hogy tetszik ez a stadion? Olyan, amelyet ön is esetleg megálmodott? Nyilván gyönyörű a stadion, és még az álmodási fázisban még mi is részt vettünk a koncepció tervek kidolgozásánál, de én úgy gondolom, hogy nagyon egyedi és nagyon szép stadiont sikerült megálmodni a Potyani Péternek, aki ugye az eredeti tervezője annak a cégnek, aki stadion terveit elkészítette. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen segít ez a megújult, ez a modern infrastruktúra abban, hogy további támogatókat találjunk, de hál' Istennek nem csak ez a stadion, hanem itt a elkövetkezendő években Észak-Magyarországi területen létrejövő egyéb infrastruktúra fejlesztési projektek is ebbe az irányba mutatnak. Csak a Diós Győr! Újabb jelentős taggal bővült tehát a DVTK szponzorainak köre. Uwe Mang, a cég gazdasági ügyvezetője mutatja be az új támogatót és kötődését a Diós Győrhöz. 2003-ban kezdtük őt a startereket, az önindítókat és a generátorokat gyártani, és kb. 2 évvel később jött hozzá a fejlesztési központunk. Ez akkoriban még ugye a Bosch-nak a része volt. Tehát ezek után a Bosch eldöntötte, hogy eladja globálisan a teljes üzletágát, tehát nem csak a Miskolc üzemet, hanem a teljes üzletágát, és ezért vagyunk így, ez év elejétől egy teljesen önálló cég, de a fejlesztési központunk az ugyanígy itt maradt, tehát ugyanazokkal az emberekkel. Az önindítókat és a generátorokat fejlesztjük első körben, de a mérnökeink tagjai a globális fejlesztő csoportnak is, aki az elektromos meghajtások irányába fejlesztenek, tehát az elektrifikációval foglalkoznak. A cég elég komoly társadalmi szerepvállalást is végrehajt Miskolcon. Melyek voltak a legutóbbi, úgymond eseményei cégnek itt Miskolcon? Die letzten Projekte, da wir erst im korábban is említettük, ugye ezek a legutolsó tevékenységek, valójában a legelső tevékenységek voltak, mivel ugye évelejétől vagyunk itt, és ez ügyben például az OMS-t támogattuk, a Miskolci Regionális Szervezetet szerveztünk, a Vörös Keresztet közösen bíradást, valamint a Máltai Szeretetszolgálatot adományoztuk. Hogyan került a cég kapcsolatba a DVTK-val? Már 4 évet itt töltöttem Miskolcon, és ez akkoriban kezdődött, tehát ennek úgymond a hagyományai vannak, és tudom, hogy a dolgozóim számára rendkívül fontos az, hogy a munka mellett ugye a sportolási lehetőségek is, és mi ebben szeretnénk részt venni, tehát hogy tudjuk, hogy futballt szeretik, a jéghokit, a kosárlabdát, és mi ezt szeretnénk megtámogatni. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy van egy olyan szervezet, mint a DVTK, ami foglalkozik a fiataloknak a sportban való tevékenységével is, és ezt támogatja, tehát a fiatalságot is. Das so toll, das sollten wir einfach unterstützen.
német nyelvterületről érkező ember hogyan látja ezt a mostani nekünk megújult és új stadionunkat? Mi a véleménye róla? Véleménye szerint ez a stadion pontosan belelék itt a környezetbe. Nagyon fontos az, hogy olyan méretű stadion legyen, amit tele is tudnak tenni, de sokkal rosszabbul néznek ki, hogy egy sokkal nagyobb méretű stadion lenne. Így szerinte ez pontosan ideillik, de ettől ez egy európai színvonal. Voll ist mit Menschen in dieser Größe Stadion zu bauen, die Emotionen hier an den Rasen zu bringen. Itt lesz a hétvégén, meg fogja tapasztalni azt a hangulatot, ami várható itt, biztos Teltházzal. Természetesen itt lesz, meg fogja nézni a meccset. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! A DVTK kétszer győzött, kétszer pedig döntetlent játszott a Mezőkövesd ellen pályaválasztóként a két csapat eddigi négy élvonalbeli mérkőzésén. Legutóbb Debrecenben győzött a Diósgyőr Forgács Dávid és Ugrai Roland góljával. Szombaton pedig 17 órától a megújult stadionban ismét összecsap egymással a két gárda, méghozzá megyei rangadón, kiesés elleni összecsapáson és nem utolsó sorban stadionavatón. Fernándóval, a DVTK trénerével először egy kicsit visszatekintünk az elmúlt fordulóban Újpesten vesztes mérkőzésre. Yes, of course, was a tough match. We knew voltak különböző elemek, amiket a héten gyakoroltunk, és szeretett volna viszont látni, nem minden esetben valósult meg, de egy nehéz helyzet most ezt a játékosoknak, nem jött vissza az teljes mértékben, amit szeretett volna. But I think that in that moment, this difficult situation for the players, they couldn't show what they want. And football has this kind of things. Football az ilyen, hogy vannak benne fordulópontok. Nyilván nekünk ott volt a két lehetőségünk, az Újpestnek is voltak helyzete, amik kimaradtak. Mindig a pozitívumokat kell megpróbálni megkeresni egy mérkőzésből. Ennél többet szerette, több pozitívumot szeretne kapni, mint amit most kapott, de ezeket is meg kell ragadni, amiket most talál a mérkőzésben. I would like to take more than when I got, but I think they have more chances than us. I think the second half have inside the half. A második fél időt azt két részre bontaná, úgy gondolja, hogy a másik fél első felébe kontrolláltuk a meccset, az ellenfél térfélén tudtuk tartani a labdát, az sokkal jobban nézett ki. A második fél idő második felébe, ott viszont úgy érzi, hogy fizikálisan elfogytak a játékosok, aminek nyilván rengeteg összetevője lehet, új edző érkezett, újfajta munkamódszerekkel dolgozik, tehát ez nyilván ez kijött. New coach, new style, it's usually happened. A lot, because was the first match that I can see many players. Rengeteget tanult ebből a mérkőzésből, hiszen igazán most látta a játékosokat versenyhelyzetben, teljesen más, amikor edzésen látja őket, amikor videón látja őket, most látta, hogy reagálnak egy ilyen szituációra, amikor vezet az ellenfél, hogy versenyeznek, hogy viselkednek az öltözőbe, de úgy gondolja, hogy rengeteg tanulságot szolgáltatott ez a meccs. To solve the situation, so I learned a lot and I know too much better than before to my player. No, was like I told many times, was a very hard days. Nagyon kemény és intenzív napokon van túl, viszont jövőbe kell most már nézni, következő meccsre kell készülni, hiszen ez nekünk egy döntő mérkőzés lesz. But of course, and in this way we have to work for preparing and to be ready for the next match, because for us is our final. Csak a Diós Győr! Nos, már a riport végén egy kicsit foglalkoztunk a Mezőkövesd elleni stadionavató találkozóval, de most fókuszba kerül ez a mérkőzés. Folytatjuk a Fernándóval készített beszélgetésünket. Of course, the team are expecting the match. A csapat nagyon várja a mérkőzést, nyilván izgatottan várja, tudjuk, hogy teltház lesz, mindenki szeretne a saját házába, a saját otthonába játszani, és természetesen ennek tükrében is készült a csapat a hétben. Nagyon tetszett a játékosoknak, nyilván ez egy fantasztikus stadion, természetesen tegnap még üres volt, de el tudják képzelni, hogy milyen lesz a stadion egy teltházas mérkőzésen, fantasztikus lesz. Could be nice. In this situation, the most important for the players, club.
Természetesen fontos, igen, hogy egyrészt fontos a városnak, hogy a csapat első osztályú maradjon, fontos a szurkolóknak, hogy a csapat jobb eredményeket érjen el. Természetesen fontos ezen a hátralévő mérkőzésen több pontot szerezzen, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindenki egy irányba menjen, beleértve a várost, a szurkolókat, a játékosokat, a stábot, a újságírókat, és hogy nyilván együtt tudjuk ezt a helyzetet megoldani. And in this way we have to focus and we have to go all people in the same direction. Supporters, players, workers, journalists, everybody, because we need it. Film, of course, we have first of all... Először is tisztelni kell őket, hiszen egy jó csapat, egy ilyen jó játékos, Bognár, Cseri, Tóth, Kosta. Viszont mi jobbak vagyunk, és megvannak azok a pontok, ahol őket meg lehet venni, és nyilván ezen dolgozunk, hogy azok két zingik jöjjenek. Kosta, many good players, but of course we are working on it. We hope and we are sure that we will do it. We will do it. We will beat them because we need more than them. For this, for example, this is the first. Nyilván ugye tavalyi évben a csapat bennmaradt, tehát most ez, hogy így stadionban Tófusz a bennmaradásért küzd a csapat, ez egy új szituáció a klubnak is. Úgy gondolja, hogy nyilván igaz, sok csatát megért, mint játékos, és játékosként lehet, hogy könnyebb is, hiszen te vagy a főszereplő a pályán, te vagy aki úgymond a szerepet játszodott. Edzőként viszont úgy gondolja, hogy a legfontosabb az, hogy minél több segítséget tudjon adni a játékosok, hogy hétvégén majd, amikor ők lesznek a színészek, úgymond a pályán, akkor megfelelő produkciót tudjanak nyújtani. Help them to prepare in the best way the game. We have more possibilities to win. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Stúdiónkban vendégünk van, méghozzá Pásztor Ervint köszöntöm, a Diósgyőri Stadion Rekonstrukciós Kft. Beruházásért felelős vezetőjét. No, szóval nagyon sok mindent tudunk erről a Diósgyőri Stadionról, de szerintem olyanokat, amelyeket ön most nekünk hozott, és tud műszakilag és egyéb érdekességeket, na azokat még biztos, hogy sehol nem látták, olvasták vagy hallották. Mik ezek az érdekességek? Mit lehet tudni erről a nyugodtan mondhatom is szentélyről? Hát rengeteg információ és adat áll rendelkezésünkre természetesen. A megépült stadionról. Itt megpróbálom azokat a hallgatók számára is érdekesnek ítélhető információkat, adatokat felsorolni, ami legjellemzőbb a stadionra. Hát először is, hogy ugye egy több mint egy éves építési folyamat végén tartunk. Ez az építkezés 3000 embernek adott ebben az időszakban munkát. Átlagosan olyan 400-450 ember volt egy időben a stadion építkezésén. Említettem már, hogy ugye az ezüst kehely formát alkotja ez a stadion, ezzel lehet leginkább jellemezni, hogy ez az ezüst kehely megvalósuljon és érvényesüljön, ehhez 23.400 négyzetméter alumínium burkolatot kapott a stadion, és ez adja azt a különleges megjelenését, ami hát egyrészt napfénynél is egy különleges látványt nyújt, de legalább ilyen különleges, sőt, éjszakai, illetve tehát kivilágított állapotban nagyon szépen néz ki a stadion. A szerkezet, statikai szerkezet létrehozásához 1580 tonna acélt használt föl a kivitelező. Ez mint érdekesség, hogy ebből az acélmennyiségből 8 New York-i szabadságszobrot lehetett volna megvalósítani. Ehhez 11.000 köbméter beton bedolgozása volt szükséges, így jött létre az a vasbeton szerkezet, amely az acél tetőzetet, a pillangó, úgy hívjuk, hogy pillangó tetőzetet tartja, amely egy ponton, hát ugye jelképesen egy ponton, ez azt jelenti, hogy 2,4 méter alátámasztási felületen pilon tetején fekszik föl. A stadion legmagasabb pontja 27 méter magas, tehát ez majdnem közelít egy 10 emeletes épülethez. A stadion minden széke le van fedve, tehát egy fedett lelátóval
rendelkezik, 14.646 darab nézőtéri szék van benne összesen. Ezeknek a székeknek a megközelítéséhez 18 darab lelátó feltöltő nyílás áll rendelkezésére a nézőknek. Ez biztosítja egyrészt a gyors megközelítését, illetve a stadion kiürítését is a jogszabályok és előírásoknak megfelelően tudja biztosítani. A sarkokban elhelyezett két darab eredményjelző berendezés az darabonként 50 négyzetméteres, elég impozáns méretű és nagyon jó minőségű, tehát a legjobb minőségű eredményjelző, amit jelenleg be lehet szerezni. A szurkolók kiszolgálására 16 darab szurkolói büfé áll rendelkezésre, amelynek pult hossza 150 méter összesen. Ehhez kötelezően jár 9 darab női és 9 darab férfi WC. Azt kell megjegyezni, hogy a napos oldalnál mindig problémát jelentett az, hogy a WC-be egy helyen lehetett bemenni és kijönni, és ez mindig tumultust és problémát okozott a kedves nézőknek. Itt a női és a férfi WC is úgy van megtervezve, hogy átmenő forgalmú, tehát mind a két oldalán van kijárat, tehát könnyen megszervezhető az, hogy gyors és célszerű kiszolgálást biztosít. 3 emeletes a főépülete. A földszint az buta szóval technológiai szint, úgy ugye itt a labdarúgókat szolgálja ki ez a szint, szinte kizárólag. Az első emeleten egy 640 négyzetméteres rendezvényterem van, amelyik természetesen a labdarúgó mérkőzés alkalmával úgynevezett VIP-teremként funkcionál, de természetesen egyéb rendezvényekre is igénybe lehet venni ezt a nagy termet, akár egy 500 férőhely is rendelkezésre áll, tehát egy nagy konferencia rendezésére is alkalmas, amellett, hogy két mobil válaszfallal ezt a 640 négyzetméteres teret 3 felé lehet szétválasztani, és így akár 3 különböző esemény is futhat, 3 különböző rendezvényt is be tud fogadni ez a nagy terem. A második emeleten 18 darab skybox áll rendelkezésére, annak, aki a skyboxot kibéreli, ezeket a skyboxokat általában cégek bérelik ki több évre. Ehhez egy 180 négyzetméteres társalgó áll rendelkezésre a boxok előtt, ahol a box bérlők egymással is kulturált körülmények között tudnak beszélgetni. A harmadik emelet pedig a média munkatársak rendelkezésére áll. Itt 48 közvetítő állást rendeztünk be a média munkatársai részére. Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, de utoljára hagytam a stadion legfontosabb elemét, a játékteret. Játéktéren egy 35 fejes automata locsolórendszer biztosítja a fű optimális locsolását, a körülményeit, kondícióját. Esős időben a jelentős mennyiségű csapadék elvezetéséhez szükséges dréncső rendszer áll rendelkezésre, amelyik elvezeti a stadion területéről a fölösleges csapadékot. Itt kell megjegyezni, hogy a stadion tetején, tehát a lelátó fölötti tetőről összegyűjtjük a csapadékvizet egy 200 köbméteres ciszterna rendszerbe, és ezt használjuk föl az öntözésre. Illetve egy furtkutunk is van, amennyiben nincs eső, akkor a kút biztosítja a ciszternába szükséges vízmennyiséget. A téli időjárás körülményeihez illeszkedve és azt a MLS követelmény vagy szándékot kielégítve, hogy februárban már mérkőzés lehessen játszani a stadionban, ennek érdekében egy fűtőrendszer áll rendelkezésre. Ennek a fűtésnek a megvalósítására, illetve a főépületnek a teljes fűtési rendszerére távfűtés biztosított, tehát a Mihő ZRT kiépítette a távfűtés rendszerét a stadionban. A játéktér megvilágítását 248 reflektor világítja meg, ami szűk 500 kilowatt teljesítményt jelent, tehát egy jelentős teljesítmény, és világítással kapcsolatban minden látogatónak fölhívom a figyelmét arra, hogy a világításunk a 2017-es UEFA úgynevezett Lighting Guide ajánlást kielégíti, amely 2000 lux fölötti megvilágítást ír elő, 2100-at pontosan, illetve nem csak a szurkolók szempontjai
amit nézi már az UEFA, azt, hogy amikor a lelátón ülök, ne süssön a szemembe a túlsó oldalról a reflektor, hanem azt is szem előtt tartja az UEFA, és kéri ennek megvalósítását, hogy a játékosok a pályán lehetőleg ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy nem látják a labdát, vagy támadás közben zavarja őket a fény, és ezt a követelményrendszert is megvalósítottuk, és reméljük, hogy ilyen panasszal nem fognak élni a labdarúgók, hogy szemükbe sütött a reflektor. Természetesen a modern körülmények között és a modern követelményeknek megfelelően a mozgáskorlátozottak és egyéb betegségekben szenvedőket is szeretettel várjuk a stadionba, és gondolunk rájuk, és az építkezés során is gondoltunk rájuk. A kerekesszékeseknek a harmadik emeleten tudunk biztosítani helyet, oda lifttel föl tudnak menni. Ebben a közlekedésben a munkatársaink majd segítségükre lesznek. Ez már a próbamérkőzésen is kiderült, hogy ez működik. Tehát voltak már fönt kerekesszékesek a harmadik emeleten. Remélem, hogy ebből nem lesz semmilyen probléma. Illetve valószínűleg, aki a stadionba jön, mindenki meg fog lepni, hogy az úgynevezett menekülő pódiumokon három darab szék van elhelyezve. Ez szintén a fogyatékkal élők segítését szolgálja. Itt a Csillagpont kórházban nyugodtan mondhatom, az Asperger-szindrómás betegekre jellemző, hogy tömegben nem jól érzik magukat. Az ilyen jellegű problémákkal küzdő emberek számára helyeztünk oda ki széket erre a pódiumra, ahol tágasan és nyugodtan ülhetnek és nézhetik a mérkőzést. Ez a stadion akár Magyarországon, vagy akár Európát nézve, ez hol helyezkedik el? Hova tudjuk rangsorolni? Milyen stadionunk van, lesz nekünk? Természetesen magyarországi körülményekhez illeszkedően készült el a stadion, tehát ugye ez a 15 ezeres stadion a nyugati országokban ez a kisebb stadionok közé tartozik. Első pillanattól kezdve a szurkolók mindig az ingolstadti stadionhoz hasonlították, amely felépítésében, térfogatában egy hasonló stadion. Tehát egy nyugati országban ez kis stadionnak számít, magyar viszonylatban már inkább ugye a magasabb kategóriához tartozik férőhely szempontjából. Azt is hangsúlyozni gondolom, hogy azok a berendezések, azok a vezérlések, az a épületfelügyeleti rendszer, amely megvalósult itt a stadionban, és erre vagyok talán a legbüszkébb, mert ebben úgy érzem, hogy rengeteg munkát fektettem be, hogy ez tényleg megvalósuljon. Ez mondhatom, hogy a legmodernebb, tehát ugyanezek a berendezések vannak a legmodernebb és a legnagyobb stadionokban is, tehát ebből a szempontból büszkék lehetünk. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diós Győr műsorunk, ne feledjék, napi 3x20 percben híreket, eredményeket, tudósításokat, riportokat sugároz a Piros-Fehér Klub mindennapjaiból. Tehát Diós Győri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martini Emilt hallották. Tartsanak legközelebb is velem, a viszont hallásra, hajrá Diós Győr! Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr!